Csináltam már egy olyan epizódot, amiben elmondtam, hogy én csak addig szeretem a házi állatokat, amíg nem nekem kell rájuk vigyázni. De most itt van velem a stúdióban H, aki ennek a szöges ellentéte. Úgyhogy nem is húzom tovább az időt. Szia, H! Sziasztok! Na, akkor az első kérdés, hogy milyen házi állatod van? Igazából sok minden. Jelenleg leopárdgekkoim vannak, patkányaim, egy kutyám, de volt már a háznál macska is, ékszerteknős is, és mindenféle haszonállat. Úristen. Na akkor imádni fogod a második kérdést. Amikor elutaztok több napra, akkor gondolom nálatok is az van, hogy jaj, úristen, mi lesz az állatokkal, jaj, ki fog őket etetni, meg ilyesmik. Igazság szerint nem nagyon járkelünk el otthonról több napra. Ó, na mindegy, akkor amikor a félhavi fizetésed elköltöd a házi állatok etetésére, akkor gondolom azért eszedbe jut, hogy ú, basszus, de jó lenne ezt a pénzt magamra költeni. Vagy csak én vagyok ennyire önző? De végül is, amit rájuk költök, azt magamra is költöm, nem? Mivel azzal, hogy velük foglalkozom, magamnak is jót teszek. Gyönyörködöm bennük, játszok velük. Ez nap végén nagyon jól esik, nagyon jó levezetni velük a felgyülemlett feszültséget. Akkor csak én vagyok ilyen önző fej. Na én egy valami kérdéssel csak meg tudlak fogni. Mondjuk, amikor a macska hajnali 2-kor felébreszt, akkor annak azért csak nem örülsz. Amilyenk az kinti benti falusi cica volt, nem volt non-stop a házban. Ez nem lehet igaz. Várjál csak, szerezte az állatorvosnál sorban állni? Igazság szerint én csak akkor vagyok állatorvosnál, hogyha baj van. Ez az elmúlt pár évben egy alkalommal történt meg, amikor húsvétkor észrevettem, hogy az egyik patkányom nyakán van egy tályog. Összeverekedtek, és az egyikőjük kicsit durvában odakapott a másiknak, de mivel patkányokhoz nem nagyon értenek a szimpla dokik, ezért egzotikus dokihoz kellett vinnem. Hála Istennek volt ügyelet az egyikben, gyorsan telefonáltam és bevittem a drágát. Sokat kellett várnom, ez igaz. De nagyon szépen ellátták a sebet. A kötelező évenkéti kutyaoltás és féregtenítés pedig a szüleimet terheli, mivel alapvetően náluk él a kutyus, az övék. Jó, van akkor még egy kérdés. A kutyát sétáltatni már azért csak unod, nem? Igazából kertes házban lakunk, úgyhogy hatalmas terület áll a kutya rendelkezésre, nem kell elvinnem sétálni. Jó, kész, ennyi, feladom. Jó. Vége. De tegyük fel, hogyha kéne vinned a kutyát sétálni, a macska felébresztene hajnalba, és havonta legalább egyszer egy órát kéne az állatorvosnál sorban állni, akkor azért csak nekem adnál igazat egy kicsit. Talán. Lehet, hogy akkor átmenetileg kicsit idegesítőek, vagy valami, de akkor is szeretni fogod az állatkáidat, különben nem szerezted volna be őket. És minden egyes alkalom, amikor hozzád bújnak, érzed a kölcsönös szeretetet, ami mindennél többet ér. Jó, hát nem kell félni, nem önszántabból szereztem be az állatokat. A macskát kis cica korában fogadtuk be, a kutyát meg faterom kapta születésnapjára. És hozzá meg ne bújjon oda senki, mert... Jó, ennyi, vége az epizódnak. Egy, hogyha egy az epizód végén akarsz, még kérdezhetsz valamit, ha nem, akkor csak elköszönök. Gondolom az oroszlán a kedvenc állatod, de hát az nem túl biztonságos, meg nem is túl legális. Úgyhogy milyen állatot tartanál szívesen otthon? Hát, ha lenne időm, meg főleg kedvem, akkor vadászgörényem lenne. Hát akkor szia, há! Sziasztok! Ennyi fért a mai epizódba, ne hallgassatok rádiót. Nem egy epizódban poénkodtam a nagy mellekkel, és mivel ma van a merrák elleni harc világnapja, ezért gondoltam egy ilyen kis rózsaszín szalagot, azért csak kirakok ide a sarokba. Jó, most mi van, most 40 feliratkozóval ennyi többre nem futja. Viszont a Pornhubon, hogyha megnézel egy nagy csöcsös videót, akkor nem tudom hány centet felajánlja a Pornhub merrák elleni kutatásokra, így... Jó, hát amúgy se kellett túl sok okot adni az, hogy nagy csöcsös pornót nézek, de azért gondoltam szólok, hogy menjünk és gyűjtsünk minél több pénzt.